Sziasztok, The Sims Origins vagyok, ez pedig itt egy újabb videó, méghozzá egy frissítés áttekintő videó, ugyanis június 2019 június 18-án új frissítés érkezett a játékba, és ezt szeretném megmutatni nektek, hogy tudjátok, hogy mi az, amivel bővítik az alapjátékot minden egyes alkalommal, mielőtt megjelenik egy új kiegészítő. Ebben a frissítésben nagyon-nagyon sok minden van, elég nagy is a mérete. Kezdjük először Create a Sim móddal, ahogy mindig is szoktuk. Nem kaptunk túl sok mindent a Create a Sim módba, viszont nagyon-nagyon izgalmas itt ez a gomb, ami egy játékba épített randomizáló gombocska, amit, hogyha nyomkodtok, akkor teljesen random három trétet választ a szimeteknek, ami tök király, mert egy kis kihívást tud jelenteni, hogyha nem feltétlen csak a legjobb tulajdonságokat választjátok a saját szimeteknek, illetve gyakran szükség van erre a gombra. A másik, ami érkezett ezzel a frissítéssel, az, hogy be lehet kapcsolni a vámpíroknál és egyéb ilyen természetfeletti lényeknél, amelyiknek több alakja van, hogy a második alakjuk, ami az ő vámpír alakjuk, vagy UFO alakjuk, vagy akármi, az kövesse-e az emberi alakjuknak a formálását, vagy sem. Tehát lehet ugye teljesen más fejű, más testalkatú vámpírt csinálni, mert mint vámpírformát, mint amilyen az emberi alak, szóval ez szerintem király. Erre megpróbálok mutatni nektek egy verziót, próbáljuk ki az UFO-t. Ide adjuk neki a sötét formáját, és itt van ez a kis gombocska, ami azt jelenti, hogy most éppen össze van kötve a két formája, tehát az emberi és a vámpír formája megegyezik. Hogyha ezt kikapcsoljátok, akkor úgy formáljátok, ahogy akarjátok, például őt most kövérré tesszük, de az emberi alakja vékony maradt, szóval szerintem ez egy király dolog. Ez pedig, hogy másoljuk a sötét formáját a színnek, ami nem tudom mit akar. Oh. Talán azt, hogy másoljuk az egyes alakokat, nem tudom eldönteni. És itt részletesebben kiválaszthatjátok azt, hogy melyik tulajdonságai másolódjanak az adott formának, tehát hogy a testalkat, az arc, a bőrszín, a haj, arcszőrzet, hang és ruha. Kiválasztottok csak egyet, kettőt, hármat vagy az összeset. Szerintem ez nagyon király, egyelőre nem tudom, hogy pontosan hogy működik, nem teljesen értem, ezzel majd kísérleteznem kell. Ez az első alkalom, hogy ránézek erre a gombra, azért nem tudok még profi nyilatkozni róla, de majd kitapasztaljuk szépen a játékban. Őt kitöröljük innen, most nem kell nekünk ez a vámpír szimecske, megyünk tovább a másik kettővel, akiknek új ruhákat állítottam be, amik ezzel a frissítéssel érkeztek. Kaptunk egy új pólót, amin ilyen szivárványos minták vannak a Pride hónapnak tisztelegve, vagy nem is tudom, így azt reprezentálva. Kaptunk belőlük több fajtát, van ilyen szívecskés, van egy It Gets Better feliratú póló, ami nekem azért nem tetszik, mert nem szimlisül van. Ugye mostanában használok ilyen képeket, amiket letöltök a galériából, abból is az a bajom velük, vagy azokkal is az a bajom, hogy ugye angolul vannak a feliratok, nem szimlisül. Kicsit furán néz ki a játékba, de én őszintén szólva meg tudok velük barátkozni. Sokan nem, úgyhogy ezt mindenki szépen eldönti, hogy használni fogja-e a feliratos pólókat, vagy sem. Ennek csak a vállán van egy szivárvány. Szerintem ez tök királyul néz ki. Egyébként ez a vállon szivárványos póló. És a többi is ugyanaz, mint az előző három, amit láttunk, csak fehérben, vagyis az előző négy, csak fehérben. És kaptunk egy új harisnyát, ezt most így leveszem, hogy lássátok. Jézusom, hol vagyunk? Elvesztem. Szóval kaptunk egy új harisnyát, ami szintén szivárványos. Ez az első egyébként, ami a borító képe. Látjátok, hogy ez ilyen 45 fokban szivárványos, és nekem az nem tetszik, hogy az eleje, meg a hátulja nem jól ér össze. Szóval a színek nem jól érnek össze, és ez engem rettentően frusztrál, mert oldalról nagyon hülyén néz ki a szín. Szóval kizárt, hogy ezt a verzióját a harisnyának használni fogom. De ennek ellenére új harisnyák mindig jól jönnek, látjátok, a vízszintessel már semmi probléma nincs, az jól néz ki. És a színes egyéneknek is ideális lehet ez a harisnya egyébként. Nem feltétlen kell reprezentálnia valamit, hogyha valaki nem szeretné. A második összeállításban, vagy öltözetben, ez nem annyira öltözet,
egy bodyt mutatok meg nektek. Látjátok, hogy kicsit kilóg a színbugyja, ami azt jelenti, hogy ez nem egy fürdőruha, hanem egy olyan bodi, mint ami a Backyard Stuff Pack-ben volt. Abban is volt egy nagyon szép bodi, bármilyen nadrágot adhattok hozzá. Van 3 szivárványos verziója, és rettentően sok ilyen egyszínű variáció, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Imádom az egyszínű dolgokat a játékban, mert nagyon változatosan lehet őket kombinálni, úgyhogy ez a kedvenc darabom ebben a frissítésben, mármint ami a Create a színmódot illeti, illetve hát nyilvánvalóan a randomizáló gomb azért elég jó cucc. Oké, a harmadik pedig egy... nem a harmadik. A pólót már megmutattam, meg a harisnyát is. Akkor igazából nem sok mindent kell mutatnom a harmadik öltözete, nem tudom, hogy miért van itt. Menjünk tovább a férfiakra, ugyanis ők is kaptak egy pólót. Látjátok, egy kicsit más a fazonja, mint a női pólónak, nem olyan mély a kivágása, és egy kicsit hosszabb az ujja, de mintáiban ugyanaz, mint a női póló, úgyhogy el tudjátok képzelni. Ennyit a Create a színmódról, most gyorsan átugrok Build and Buy módba, úgyhogy itt most lesz egy vágás, találkozunk a Build and Buy módban. Itt vagyunk hát a Build and Buy módban, és nagyon sok mindent szeretnék most megmutatni nektek. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok a Build and Buy módos frissítések miatt. Kezdjük is el, mert elég hosszú lesz ez a videó, szerintem már sok mindent láthattok itt ezen a képernyőn. Ugye az Island Living kiegészítővel érkeztek ezek az oszlop alapzatok, legyenek alapzatok. Legalábbis mindenki azt hitte, hogy azzal fog érkezni, de nem, ez egy alapjáték frissítés, és ezeket teljesen ingyen megkapja mindenki, függetlenül attól, hogy megvásárolja-e az, nem City Living, de mindig azt mondom, az Island Living kiegészítőt is. Rengetegféle színben érkeznek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon király. A különbség a kettő között az nagyjából itt a kis kereténél van, illetve az alakjában ez egy négyzetes alakú, ez pedig egy kerek alakú oszlopokon álló házikó. És a színeim mindegyiknek ugyanazok. Ez így kicsit úgy néz ki, mintha beton lenne, így fehérben, de egyébként fa ebben a verzióban. Szerintem nagyon-nagyon királyul néz ki, és izgatott vagyok, hogy ilyen házakat építhetek ezentúl ebben a játékban, szóval számítsatok egy pár speed buildre a későbbiek folyamán. És ahogy régen már beharangoztam, ezzel a frissítéssel érkezett 350 új darab szín variáció, amivel kapcsolatban nekem túl ambiciózus elvárásaim voltak, de végül kiderült, hogy csak ajtókat frissítettek, hogy minden ajtó ilyen minden ajtóhoz, ami szerintem egy nagyon nagy dolog. Egyelőre csak az ajtók kaptak ilyen frissítést, későbbiekben én biztos vagyok benne, hogy az ablakok is kapnak majd ilyet, és az ablakok is megkapják az összes ablak és ajtó színt, hogy tényleg rendesen tudjuk variálni az adott építési eszközöket. Majd meglátjuk, egyelőre ennyire teled, de így is valami 6 gigabyte fölött volt ez a frissítés, szóval nem vagyok telhetetlen, én nagyon örülök az ajtóknak, és a Pride hónap miatt kaptunk új ajtóverziót, ez pedig a gendersemleges, nem semleges WC ajtó. Nem igazán találom a szavakat, ez az ajtó nem alapjáték. Ezt is ide raktam, hogy megmutassam, ez a spádéhez tartozik, de az összes eddig kijött WC ajtót frissítették, hogy legyen egy ilyen nő és férfi verziója is, hogyha mondjuk olyan éttermet készítetek, ahol nincs hely külön mosdót létrehozni, akkor ez simán használható. Ezt el is dobom innen, nehogy azt higgyétek, hogy alapjáték, hogyha valaki belepörget a videóba, és pont nem látja azt, amikor ezt így kinyilatkozom. És természetesen ebből az ajtóból is, és a külön férfi és női variációkból is új színek jöttek. Nem tudom, hogy most értelmes volt a mondatom befejezése a kezdéséhez képest, de nézzétek ezeket a... Várjátok, lejjebb megyünk egyel, hogy rendesen meg tudjuk nézni. Na, szóval nézzétek ezeket a fa mintázatokat és színeket, szerintem nagyon-nagyon jól néznek ki, és elnézést azért, hogy itt télen építek, és egy kicsit havas az alja. Ez az ajtó is kapott szín variációkat, nem túl gyakran használom ezt az ajtót, szóval annyira nem izgi. A másik ugyanezeket kapta, és most itt ezeket a fehér ajtókat nem fogom egyesével megmutatni. Illetve ezt a WC ajtót is ugye már ott mutattam az előbb. Képzeljétek el, hogy mindegyiken ugyanazok a színek vannak.
egy kicsit frissítették, hogy ezekből ne csak fehér legyen, hanem bizony legyen fekete, zöld, piros és barna is. Ó, akkor zöld ebben nincs. Na mindegy, de nagyjából azonos színeket kaptak, ez megkapott színesebb verziónkat, és őszintén szólva, a legnagyobb problémám, hogy nem emlékszem arra, hogy milyenek voltak ezek az ajtók, és melyikből mennyi volt. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó fehérből csak fehér volt. Úgyhogy mindenképpen haladás, ennyi új szint látni közöttük. És egyébként nagyon sok ajtó van, ha megnézitek, szóval, hogyha 350-et leosztjátok, azt hiszem 60 valamennyivel. Úristen, nem tudom. A végeredményt tudom, hogy olyan 7,5 új szín per ajtó jött ki nagyjából. Úgyhogy azért az elég sok. Hogyha ennél kevesebbet kaptunk volna, vagy osztozik az ablakokkal, akkor sokkal kevesebb új szín állna a rendelkezésünkre. Azt mondtam, nem mutogatom meg egyesével, erre itt vagyok, és mutogatom őket egyesével. Bocsi, emberek. Szóval az összes ajtó megkapta ezeket a színeket. Itt is látjátok, hogy a fákból most már kaptunk világosat, sötétet, feketét, fehéret, mindent, amilyen csak kellhet. És ez az ajtó a legkirályabb, ezt sokan nem értették, mikor kiposztoltam egy képet egy ajtó és szem emoji-val, hogy nézzétek az új ajtót. Nem akartam lelőni a poént azoknak, akik nem értik, de kaptunk ebből az ajtóból feketét és fehéret, amit én már nagyon-nagyon vártam, mert úgy gondolom, hogy a legtöbb házban azért fehér-fekete vagy egyszerű faszínű ajtók vannak, és végre megkaptuk egyszerű faszínű ajtóként is, és erre miért kellett ilyen sokat várni, nem tudom, de végre hasonló ajtókat is láthatok a játékban, mint amilyenek a való életben vannak. Ebből szerintem nem túl sok új van, néhány fakeret valószínűleg. Ezekből is megvannak az egyszerű faszínűek. Hupi, játék, ne akadj meg, kérlek. Nem szoktál ilyet csinálni. Oké, visszajött. Szóval, minden megkapta az összes szín, ahogy már legalább 8-szor mondtam, úristen, ez nagyon jól néz ki. Nem fogok tudni betelni az új faszínekkel, és próbálom amúgy elkülöníteni ezt a két szót, hogy fa meg szín, vagy közékelő valamit, mert félek, hogy ja, bele lehet mindenki mindenfélét. És ebből is jött fekete, szürke, mert mint ami egészen fekete, nem csak mondjuk a kerete, vagy belül és kívül, mert szóval nagyon-nagyon jó. Most itt el leszünk egy darabig, mindent megmutatok, ezekből is ugyanaz van, mint az előzőekből. Képzeljétek, most már ebből van fehér is, meg szürke is. Szóval igazából az volt a lényege ennek az ajtó frissítésnek, hogy az összes ajtót lehessen párosítani. Ah, de jól néznek ki. Az összes ajtóval, és én nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok ezekkel. Rettentően jól néznek ki. Nézzétek például ezt a feketét. Hát nem elképesztően jól néz ki? Lehet, hogy mondjuk eddig is volt ebből fekete, akkor sorry, de most újra felfedeztem, hogy milyen szép is ez a fekete szín. És a kis átjárókból is kaptunk újakat, például feketét, meg barna-feketét, meg mindenfélét. Tényleg nem emlékszem, hogy eredetileg milyen verziók voltak ezekből. Ah, még ebből is kaptunk talán új szint, vagy ebből ezek megvoltak talán. Talán megvoltak. Nagyon-nagyon örülök neki, és hogy ebből is van már fekete, meg szürke. Ebből mindig ezek voltak, csak ezek a kőverziók, látjátok? És nagyon tetszett ez az átjáró, de nem tudtam mindenhol használni ezeket a semleges mediterrán színeket. Nem mindenhol nézett ki jól, például egy modern házban, nem igazán. Úgyhogy ennyit az ajtókról, még itt is van egy csomó, és még így sem fért el a telkemre az összes fakeretes. Ezekből tutira új az összes fakeret. És imádom őket. Nagyon, nagyon imádom őket. Oké, és nézzünk egy pár újdonságot még. Kezdjük kint, mert el fogom felejteni. Itt látjátok, leraktam két nagyon-nagyon fura tetőt, a frissítés. Azt hoztam a számunkra, hogy ilyen őrült módon meg tudjuk hosszabbítani a tetőnek a kis kilógását. Most feltaláltam nektek ezt az építészeti fogalmat, hogy a tetőnek a kilógása. Eddig nem tudom, meddig lehetett húzni, talán így eddig, mondjuk, csak mondok egy host. És most már sokkal tovább ki lehet húzni. A határa csillagos ég. Itt látjátok,
két irányba kihúzva, összesen három széles ez a tető, és innentől már csak a szegélyét láthatjuk, ami szerintem nagyon-nagyon király. Nem kaptunk új tető stílust, vagy egy tető színezést, de nem baj, szerintem ez is egy elég nagy frissítés a játékban. És látjátok, ide raktam ezt a plafon ventilátort, ami eddig is a játékban volt, és kérdezhetitek, hogy miért? Azért, hogy emlékezzek, hogy beszélni kell róla. Mostantól be lehet kapcsolni, és ki lehet kapcsolni a ventilátort a szimekkel. Ha meleg van, mert megvan nektek az évszakok kiegészítő, akkor most már ez hűti a szimeket, tehát kapnak ettől pozitív hangulatjelzőt, hogy de jó hűs levegő, vagy valami, nem tudom, nem láttam még ezt a hangulatjelzőt, ami király, és ráadásul most már rendes irányba forog, eddig ellentétesen forgott, mint ahogy egy ventilátornak forognia kéne, de ezt orvosolták, nem mint hogyha engem zavart volna, ez csak ilyen mini dolog, és új dekoráció kategória lett, méghozzá a plafon dekoráció kategóriája, szóval most már itt meg lehet találni mindenfélét, amit a plafonra lehet rakni, ami szerintem nagy segítség, mert így is túl sok cucc van egy-egy kategóriában, és nagyon nehezen szoktam megtalálni azokat a dekorációkat, amiket én keresek, és rettentően frusztráló szokott lenni, mikor építek, szóval ennyit a kis plafon dekorációkról. Kaptunk egy új zászlót, ami szintén a Pride-dal kapcsolatos, az összes létező Pride zászló megtalálható rajta. Őszintén én nem tudom, melyik mit jelent. Én lehet, hogy fogom használni őket olykor-olykor, mint színes zászló, mert tényleg nem tudom, mit jelentenek, de akik érintettek ebben, és őket reprezentálja ez a zászló, azoknak biztosan nagyon-nagyon sokat jelent, hogy ezek hozzáadásra kerültek a játékban, vagy a játékhoz, és én örülök nekik, és remélem, hogy tetszik nekik ez a frissítés. Kaptunk egy új napágyat, és igen, ez itt minden, amit láttok, a frissítéssel érkezett, még nekem nincsen meg az Island Living kiegészítő, szóval abból nem láthattatok semmit, és ez szerintem azért jó, mert azt jelenti, hogy ezentúl is az alapjátékkal és egyéb kiegészítőkkel is hozzáadásra kerülhet napágy például, és imádom, nagyon szép vibráló színei vannak, és nem felejtették ki a kedvenc színeimet, a feketét és a fehéret, meg a szürkéket sem, barnákat sem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez az alapjátékba került be. És más új tárgy nincsen, ha jól emlékszem, ennyit a Build and Buy módról, viszont nagyon sok mindent kijavítottak a játékban, és nagyon-nagyon hosszú maga a lista, hogy mi történt ebben a frissítésben. Most gyorsan belekukkantok, mert nem tudtam megjegyezni fejből. Angolul van, úgyhogy közben még fordítgatok is egy kicsit a fejemben. Ezt elfelejtettem megmutatni nektek, hogy kaptunk két új telek tulajdonságot is. Abból az egyik a clothing optional, amit most nem tudok kiválasztani, mert lakott területen vagyok. De ezt nyilvános területekhez adva igazából nudista telkeket hozhatok létre. Nem továbbra sem láthatjátok mesztelenül a szimeket, ki lesz takarva meg minden, csak lehet ilyeneket játszani. Ádám és Évásat azért van ott a levél valószínűleg, meg ilyenek. Vagy bármilyen sztorit el lehet játszani. És van még egy új telektípus, mégpedig az Off the Grid, csak nem találom. Lehet, hogy béna vagyok. Off the Grid, itt van. Ez a telektípus pedig azt jelenti, hogy a házatokban nem lesz elérhető sem a víz, sem a villany, de ennek ellenére van egy pár olyan tárgy, látjátok, egyből elsötétült a ház, mert elektromos árammal világítanak ezek a lámpák. Szóval van egy-két olyan tárgy, ami ennek ellenére működik, például a csapok, amit fel kell tüntetniük, hogy ugye működnek ezzel a telek tulajdonsággal. Ez a csap, ugye az egyik legolcsóbb, ez működik az off-the-grid tulajdonsággal, illetve van azt hiszem egy olyan hűtő is. Ja, mégsem. Hűtő az talán nincs. Talán a hűtőtáska esetleg, ami működhet az outdoor retreatből, de mondjuk ez a fafűtéses kályha működik, mert ez logikus, hiszen
nem elektromossággal üzemel, és az összes gyertyás lámpát, idézőjelben lámpát tudjátok használni ennél a telek típusnál. Például vegyük ezt, ez ugyanúgy világítani fog, hogyha ki szeretnétek egy kicsit világítani a házatokat, hogy ne legyen olyan sötét, mint itt. Szerintem ez király. Nem mutattam meg a tipegőknél, hogy kaptak új pelenka színeket. Ajaj. Na mindegy, itt az egyik családom egyébként, és van itt egy tipegő. De az a probléma, hogy látjátok őket? Kicsit kékek. Szóval úgy léptem be Build and Buy módba, hogy ők éppen kezdtek meghalni, úgyhogy nem merek visszalépni élő módba. Szóval ezt most nem mutatom meg, de kaptak jó pár új színt a pelenkájukhoz. Hogyha nem felejtem el, akkor utólag készítek nektek screenshotokat, és bebigyeztem a videó végére. A szimák nagyon sok minden új dolgot csinálhatnak. A medencékkel kapcsolatban például tudnak a hátukon lebegni, még mindig az alapjátékról beszélek, és különböző hangulatokat és különböző hangulatokat kaphatnak, és különböző események történhetnek velük, mint például begörcsöl a lábuk, mondjuk, vagy hasuk, vagy nem tudom, illetve leesik a fürdőruhájuk véletlen, mert mint lecsúszik, és akkor cikin érzik magukat. Ami szerintem király, teljesen felújították a horgász jártasságot, és elég sok mindent felsoroltak, szóval nem biztos, hogy sikerül mindent lefednem ebben a videóban, így is valószínűleg mindenki unja. különböző módokon lehet most már horgászni, mert mint több módon, mint eddig, és más szímekkel is több mindenről lehet beszélni, ami érinti a horgászás skillt. Ugye emlékeztek, Seasons előtt felújították a teljes kertészkedési hobbit meg interakciókat, és ugyanezt történt most a horgászattal. Hogyha a horgászatról beszélnek a szímek másokkal, akkor érdekes infókat tudhatnak meg tőlük, és bekerül ez a kis jegyzetükbe, ahol ugye le van írva, hogy melyik hal mire harap. Most már lehet együtt horgászni, tehát a szím nem csak ott horgászik és áll, hanem tényleg lehet közösen horgászni, ugyanúgy, mint hogy közösen menjenek ide-oda, tudjátok azt az interakciót. Remélem érthető, amit mondok. Elvileg több animációt adtak hozzá magához a horgászáshoz, úgyhogy nem csak azt a pár mozdulatsort ismételik. A magasabb skillek több bónuszt adnak most már, mint eddig. Új interakciókat például. Van egy olyan interakció, hogy Angle for Big Catch, ami növeli az esélyét annak, hogy ritka halakat fogjunk ki. Meg a ritka halaknak a helyén másfajta animáció lesz elvileg, mert mint a vízben, ahol ritka halakat lehet fogni. Én így értelmezem a leírás, de mindig ilyen poénosan szoktak megfogalmazni ilyen update patch-eket, vagy patch notes-okat. Úgyhogy egy kicsit néha nehéz értelmeznem. Néhány új horgászati helyet is adtak hozzá a létező világokhoz. Tehát több helyen tudunk most már horgászni, és újfajta csali preferenciákat adtak hozzá a halakhoz. Úgyhogy ez egy ilyen újdonság. Nem szoktam sokat horgászni a játékban, vagyis nem annyira figyelek rá, hogy mindenféle halat összefogdossak, meg milyen csalikat használunk, szóval egy kicsit nekem kínai volt ez. De akiket érint, azoknak be lesz linkelve ennek a frissítésnek a leírása, és ott megnézheti, angolul van, de Google fordító szerintem valamennyire lefordítja helyesen. A másik nagyon-nagyon fontos újítás, hogy részmunkaidős állások kerültek hozzáadásra a játékban. Az összes részmunkaidős állás elérhető most már felnőtteknek, ami eddig a tiniknek volt elérhető. Ráadásul kiválaszthatjátok a műszakotokat is, tehát hogy mondjuk délelőtt vagy délután van hozzá egy ilyen kis fül, meglátjátok. Ugyanúgy kell őket kiválasztani, mint a rendes munkákat. És kijavítottak egy csomó problémát, amiből szerintem a legnagyobb probléma az volt, hogy a tipegők nem tudtak rendesen az etetőszékbe enni, mert a felnőttek mindig egyből kivették őket. Ezt megjavítottak, illetve azt is, hogyha rákattintunk a kis házi kedvencünkre, akkor így a képernyő tetejéig felmegy a képe, és hát így kicsit bebágolódik a játék. Szóval ezt megcsinálták, ami szerintem
Nagyon-nagyon király. Egy csomó bugot kijavítottak igazából, majd meg fogjuk tapasztalni remélhetőleg a játékban, de egyébként minden frissítés okoz új bugokat is, úgyhogy nem kiabálnám el a dolgokat. Szóval akit nagyon érdekel, hogy mi egyéb újdonság érkezett ezzel a frissítéssel, az nézze meg a leírásban a leírást. Én elköszönök tőletek, remélem, hogy ez a béna videó is tetszett, és így azért nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mik érkeztek a frissítéssel. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!